Ja, volt még egy nagy darab valaki, aki így belém kötött. Robert. És hallottátok? Hallotta valaki, hogy nem hallottátok? Mindegy. Filmkritikus. Ő az a fajta filmkritikus, aki a Titanicba Jéghegynek szurkol. A Philadelphiába meg az AIDS-nek. Úgyhogy vannak kellemetlen dolgok az ember életében, ezt el kell viselni, hölgyeim és uraim, aranyér, puzsér, egyikkel se tudnék leülni egy asztalhoz. Nem lehet ezzel mit csinálni. Nem tudok mit kezdeni egy olyan emberrel, mert mondják, hogy nem volt gyerekszobája, volt gyerekszobája, ablak nem volt rajta. Nem ez a baj, 30 évesen hagyta el először. Na, mindegy, ő eljött stand-upos humoristának, én nem mennék el kritikusnak. Köszönöm szépen a figyelmet, köszönöm, hogy szerettek, sziasztok! Puzsér már nem sokáig bírja. A reklám után robban. Mit képzelsz te? Mit végeztél te? Maradjatok, ha mertek. Na, ebből nem eztem. Na hát akkor, amire vártunk ma este, és nem a pizza, hagyj vezessen fel valahogy ezt a, mondjuk így, fiatalembert. A klasszikus mondás szerint a kritikus olyan, mint a nőgyógyász. Ugye, ott keresi a hibát, ahol más az örömöt. Itt is valami ilyesmi lehet. Következő vendégről csak így egy pár gondolat így a teljesség igénye nélkül. Azért piszkálja szerintem minden írásában Sarkakatát, meg Rubintrékát, mert szerelmes beléjük, nem? Az Oviba is ez van, akinek, tudod, akinek a haját húzgáljuk először, sokkal később meg őt. Ez megvan? Hajdú Pétert is utálja, de szerintem azért utálja, mert Péter arra a rokkant parkolóra állt, amit ő nézett ki magának előtte. Akit várunk ide magunk közé, a szavai, a mondatai, művészet iránti igényességgel árulkodnak, a mimikája pedig elvonási tünetekről. Nem tudni pontosan, kinek az oldalán is áll ő. Ő olyan, mint egy munkahelyi központi előadó, aki a munkanélküliség megszűnés ellen drukkol, mert ha megszűnik, ő lesz munkanélküli. A Budapest TV-ben is eltöltött éveket, és hát azután arról beszélni, hogy mi a minőségi tévézés, az olyan, mint Fási Ádám hangmérnökének lenni. Meg lehet oldani, de mi a fasznak, érted? Kreativitása megtisztelő, hogy rajtunk keresztül akar visszatérni, mások ezt egyszerűbben oldják meg, ellop meg egy rúdszalámit a boltból. Hogy a saját szavait idézzem, fogadjuk szeretettel a beteg magyar stand-up gyógyítóját, a versmondó gyerekek és az énekkarosok rémét, a 21. századi csillagrombolót, aki nem csak elfogadta a meghívásunkat, de valamiért komolyan is vette, a Showdown Club színpadán Puzsér Robert. Nem azért vagyok itt, hogy viccelődjek. Tehát kezdjük ezzel. A fontosabb dologba járok itt. A magyar szórakoztatóipar beteg. Ez nem vicc. Egy ideje keresem a betegség forrását. Úgy hívják, hogy vírusgazda. És megtaláltam Friderikusz Sándor személyében. Ez az igazság. Én egy Friderikusz által sújtott nemzedék tagja vagyok. Friderikusz meghívta a műsorába a Bonnie M-et. De nem nagyon érdekelte őt a Bonnie M. Ez az igazság. Egyáltalán nem foglalkozott a Bonnie M-mel. Körülbelül másfél percet beszélgetett velük valami indiferens módon. És másfél perc után pedig egyszerűen elkurjantotta magát, és azt mondta, hogy most pedig következik a magyar Bonnie M, a Neoton Família. A Neoton Família, amelyik bejött a színpadra, elkezdett Bonnie M slágereket énekelni. És mindeközben a Bonnie M pedig megmutassam, hogy hogy asszisztált ehhez. Azt ismeritek, azt az érzést, amikor annyira szégyenkezel egy tévéműsor miatt, mintha te csináltad volna, pedig nem te csináltad. Csak azzal, hogy nézed, azzal bűrészességet vállalsz benne, ami hülyeség, de mégis ezt érzed. Hogy valahol összefriderikuszozódsz azzal, hogy nézed. Érthető, hogy mit jelent az, hogy a komplett gyerekkoromat beárnyékolt a Friderikusz szelleme? Aztán Friderikuszt követte Fábri,
Hát az egy nagy fellélegzés volt. Friderikusz elmehetett onnantól politikai műsort csinálni. Mert minden pillanat, amit együtt töltött egyidejűleg a szórakoztató médiában a Fábrival, az a napnál világosabban leplezte le a Friderikusznak az alkalmatlanságát. Nem az volt az embernek az érzése, mint a Friderikusszal, aki meghívja a vendégeit, és utána így rohadt ízléstelenül így kiszól a közönségnek, hogy nem volt olcsó. Most mulassatok! És akkor énekelte, hogy kezdődjék hát a karnevál. És azt énekelte, hogy hívjuk át a nagymamát, már 2 hét óta erre várt. Meg hogy nem maradhat ki a sóból se a szomszéd, se a sógor. Érződik, hogy milyen mértékben nézte le a magyar társadalmat ez az ember? És ezt így a pofánkba is vágta. Mindezt énekelve. Az oké, hogy valakinek nincs bent kontrollja. De nincs a környezetében egy ember, aki azt mondja neki, hogy ezt ne csináld. Ne csináld, kérlek. Ez nagyon kínos, és ha otthon egyedül csinálod, akkor csak rád nézve. De így az országra. De te reprezentálod a szórakoztatóipart Magyarországon. Aztán Fábrit követte Hajdú Péter a sorban. Hajdú Péternek már nincsen szüksége gyakorlatilag semmire, amit eddig említettünk. Nincs szüksége nemzetközi sztárokra. Nincs szüksége beszélőkészségre, nincs szüksége humorra, nincs szüksége az alkalmasság egyetlen faktorára sem. Hajdú Péter beéri egy fogyatékos gyerekkel és annak a létminimum alatt élő szüleivel, és ezzel ő már elszórakoztat minket, köszöni szépen. Úgy képzelem, hogy az Unter Hajdú Péter az olyan lenne, mint Hajdú Péter azzal a különbséggel, hogy amikor interjúzik egy fogyatékos gyerekkel, akkor nem kapcsolja ki a röhögőgépet. Valaha voltak az istenek. Aztán jött a monoteizmus, magyarul egy istenhit, és az isteneknek a lakóhelye, az Olimposz, az megrengett, és az istenek lezuhantak. Lettek belőlük a szentek. A szentek azok már nem olyanok, mint az istenek, bár lehet hozzájuk is imádkozni, de a szentek azok azért mégiscsak emberek. Aztán jött az újabb földindulás, amikor a szenteknek a helyi értéke is megrendült, ezt úgy hívjuk, hogy felvilágosodás, és ők is alászálltak, és belőlük lettek a sztárok. Na, a sztárokhoz már nem imádkozunk. De a sztárokról azt azért tudjuk, hogy valamit azért tudnak, amit mi nem. Tehát van bennük valami különleges. És utána jött a még újabb földindulás, ezt én úgy hívom, hogy a neoprimitivizmus kora, amikor a sztároknak a helye is megrendült, még alább szálltak, és belőlük lettek a celebek. Na, ők a celebek, akiknek a helye már a járdaszint alatt van. Tehát őrájuk már nemhogy nem tudunk fölnézni, őrájuk már le kell nézni. Vagy fogalmazok úgy, hogy őket már le kell nézni? Na, így lettek az istenekből a celebek. És ezt az értékválságot, ezt nem lehet nem érezni, ezt nem lehet nem tapasztalni, és lehetetlen letagadni. Persze nyilvánvalóan nem Friderikusz az egyetlen felelős. Legalább ekkora okkal lehet megnevezni Horváth Ádám személyét. Ő a szomszédoknak az írója és rendezője. Horváth Ádámnak az élettársa Csűrös Karola. Csűrös Karola játszotta a sorozatban Etust. Aki emlékszik Etusra, az tudja, hogy Etus abban a sorozatban úgy volt beállítva, mint egy szexbomba, mindenki meg akarta dugni. Mindenki. Körül volt véve a magyar színész szakma legnagyobbjaival, és mindegyik vele akart henteregni. Mindegyik meg akarta farkalni őt, de nem lehetett. Egyszerűen ő nem engedte. Most azt kell tudni, hogy azért nem engedte, mert a Horváth Ádám, aki a Csűrös Karolának az élettársa, nem engedte neki. Nem Csűrös Karolának nem engedte, hogy félredugjon. Etusnak nem engedte, akit a Csűrös Karola játszott. És őróla senki nem gondoskodott, de mindenki akarta, de az Etus az lerugdossa magáról őket. Hogy lehet valaki ilyen kis stílű, hogy nemhogy a saját élettársát, hanem az azáltal játszott karaktert se engedi dugni senkivel. De nemhogy nem engedi dugni, mert hogy... Ne dugjon! De miért akarja mindenki megdugni? Mert a Horváth Ádám olyan forgatókönyvet ír, hogy az ő élettársa által játszott karaktert mindenki meg akarja dugni? Magyarországon a stand-up comedy műfaja egy lehetséges vészkijárat. Egy tűzlépcső lehet
a magyar társadalom számára, hogy a szórakoztatásnak ebből a mélységes nyomorúságából kimeneküljön. Azt hallottam valakitől, aki közel áll a stand-uphoz, hogy a stand-up komedi egy olyan ország, amelynek egyetlen egy érvényes valutája van, és ez a nevetés. Én azt gondolom, hogy nincs az a valuta, amelyik ne tudna inflálódni. És a nevetés is olyan, amely nem legitimál minden nemű teljesítményt. Azt gondolom, hogy a nevetésnek van fényes oldala, és van sötét oldala. Van Jedi oldala, és Sith oldala. Mindenen szabad nevetni, mert amin nem tudsz nevetni, az megbetegít. De ez nem jelenti azt, hogy mindenkin szabad nevetni, és nem jelenti azt, hogy mindenkit ki szabad nevetni. A nevetésnek van sötét oldala. Amikor azon nevetünk, hogy a hajléktalan csúszik-mászik az aluljáróban az 5 forint után, amikor azon nevetünk, hogy a gladiátort az oroszlán hogy kergeti az arénában, az nem a nevetésnek a fényes oldala, az a nevetésnek a sötét oldala. És én azt gondolom, hogy ezt a különbséget, ezt érdemes megtenni. A magyar stand-upnak fel kell nőnie. Fel kell nőnie először is a Jobbik önmagához. Másodszor fel kell nőnie a társadalmi felelősségéhez. Én nagyon remélem, hogy ez sikerülni fog. Nagyon köszönöm a figyelmet. A magyar humor sötét oldala. A szavaidat mondom. Figyelj, akkor jó indulatom jeléül erre mondanék egy nemet. Így a csillagszületiket idézzem, amikor... Hogy kérdezzem meg, hogy érezted magad itt a Sóder Club színpadán? Mi a véleményed? Változott-e valami? Mámoros volt, csodálatos volt. Én először járok itt, de úgy érzem, hogy olyanok vagyunk, mint egy nagy család. Így hirtelen minden úgy működött, mint hogyha... Ja, mint Pándi Andrásék, mi? Mindig ezt csináltuk volna. Köszönöm szépen, hogy eljöttél. Egy dolgot, bocsáss meg, én nem vagyok senki. Nincs olyan komoly tévés szakmám, mint neked, de lehet az ember kritikus, lehet az ember humorista. Egy fontos, aki dönt, a közönség. Ti. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Puzsér Robert!